Tisztelt ünneplő pécsharradiak! Ünnepségünk kezdetén énekeljük közösen a Városi Fúvószenekar kíséretében a himnuszt. Vezényel Wagner József. Tekintsék meg a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak műsorát, melyel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegnek. A műsorban közreműködnek Besenci Evelin, Boris Bálint, Bősz Norbert, Dénes Viktor, Fuchs András, Fuller Darina, Gál Bálint, Gál Bianca, Gál Dorina, Galambos Nóra, Gungő Gréta, Kalányos Lajos, Kalányos Renáta, Kálmán Viktória, Kárpáti Kristóf, Kincse Konrad, Kollár Dominik, Kovács Zsolt, Ladányi Patrik, Ladányi Viktor, Pasin Mihály, Póli Péter, Rejtő Olivér, Rózsa Viktória, Simara Vivien, Táborhegyi Csaba, Tejm Krisztina, Tóth Árpád. Felkészítő tanáraik Oszbach Rita, Frisz Péter, Boris Sándorné voltak. Ha-ho, nem zavarok? Nem. Fiúk, nem azért jöttetek össze, hogy tanuljatok? Nem tudok tanulni. Nem érzem jól magam. Beteg vagyok. Mi bajotok? Töridoga. Miből is írtok? 1848-ból. Holnap nem szeretnék iskolába menni. Én sem. Én sem. 1848-ból? Abból aztán nem engedek. Szó sincs róla. Tessék tanulni. Na már. Lássuk azt a lecskét. Jó, beszéljük meg. 1848 tavaszán forradalmi hullám söpört végig Európán. Menek szere megérintette a magyar ifjúságot is. A bécsi forradalom hatására Pesten a Petőfi vezette ifjak március 15-én felröppentették a szabadság madarát. Szeretnék szállni, mint a sólyom, hegyen völgyön át. Nem vágyok én másra, csak hogy átéljem ezt a csodát. Szabadnak születtem, mégis rab vagyok. A saját lelkembe zárva úgy érzem, meghalok. De a bilincs, mely börtönbe zár, lehullik egyszer. Mert eljön a szabadság, melyet egy madár hoz el. Egy madár, mely büszke, fenséges teremtmény, hozza a szabadság zászlaját, s nem lesz több rab e föltekén.
Petőfi, Jókai, Vasvári reggel 8:30 körül indult rendezetlen sorban a Pilvax kávéházból, hogy kivívják a sajtószabadságot, miközben arcukba havas esőt vert a szél. Itt is, ott is lelépett valaki a járdáról, és csatlakozott a menethez. Elől nyurga, fiatalemberként Petőfi haladt elszánt tekintettel, aki még éjjel megírta versét, a nemzeti dalt. Maguk mellett tudva az egyetemistákat mentek, hogy talpra állítsák a pesti nép ezreit, és követeljék a magyar szabadságot, vagy meghaljanak érte. Talpra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, választhatok. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldön nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai vitangember, ki mosta kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard, és mi mégis láncot hordunk, ide vele régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar nép megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink dombolulnak, unokáink lebonulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveiket. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Imárom 5000 fős tömeg dél körül ér a Landerer és Heckenasz nyomdához. Petőfi, Irinyi és Jókai bemennek, hogy a nemzeti dal és a 12 pont kinyomtatását követeljék. Némi ellenállás után a tulajdonos gépeit féltve mindenbe beleegyezett. Jókai e szavakkal fordult a tömegek felé. Kívánjuk
sajtó szabadságát cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Évenkénti országgyűlést Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereg. Közös terviselés. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Esküdtség képviselet egyenlőség alapja. Nemzeti bank. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfondon szabadon bocsátassanak. Unió Erdélyen. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Hogy álltok? Tanulunk. Nyitva a könyvünk. No hiszem? Jaj, sehol egy kis szerelem. Állandóan csak a politika. 1848-ban senki sem volt szerelmes? Dehogy nem. Tanultuk magyarból, hogy Petőfi feleségül vette Fendrey Júliát. Jókai is szerelemre lobbant este a színházban. Pacsirta szót hallok megint, egészen elfeledtem már. Dalolj, tavasznak hírmondója te, dalolj, te kedves kismadár. Ó Istenem, mi jól esik, a harci zaj után a dal, miként ha bérci hűs patak fürözt, égő sebet hullámival. Dalolj, dalolj, kedves madár, eszembe hozzák-e dalok, hogy nem csak gyilkos eszközkatona. Egyszer, mint költő is vagyok, eszembe jut dalodról, a költészet és a szerelem, az a sok jó, mint két istennő, tett és még tenni fog velem. Emlékezett, s remény, ez a két rózsafa ismét virít dalodra, és lehajtja mámoros lelkem fölé szép lombjait. És álmodom, és álmaim oly kedvesek, oly édesek, te rólad álmodom, hív angyalom, kit olyan híven szeretek. Ki lelkem üdvössége vagy, ki Istentől azért nyerép, hogy megmutassa, hogy nem odafönn, de lenn a földön van az ég. Dalolj, pacsirta, hangjaid kikeltik a virágokat, szívem mély pussza volt, és benne már milyen sok szép virág kapott. Hű, de gyorsan megy az idő. Mi legyen? Na, most már olvassuk végig. Délután 3 órára gyűlés hívtak össze a múzeum terére, ahol csak nem 10 000 ember gyűlt össze. A forradalmi tömeg következő helyszíne a városháza volt, ahol a képviselők aláírták a 12 pont követeléseit. Ezután Budán a tömeg kívánságára Tárcsis Börtönének ajtaja megnyílt, s a nép diadalmenetben osztra ki szegényfarlagság érdekének képviselőjét. Este a Nemzeti Színházban díszelőadáson mutatták be Katona József Bang Bang című darabját a színészek. Ezen a napon született meg a magyar szabadság, melyet fél év múlva fegyverre is meg kellett védeni. Házunk előtt mennek el a huszárok, édesanyám, én is közébük állok. Én leszek az első század vezető, nem a világ ez a három eszendő. Én leszek az első század vezető, nem a világ ez a három eszendő. Útvaromon kettőt fordult a kocsi, édesanyám, minden pakom hozza ki a behívó levelemet, hogy a babám felejtse a nevemet. Hozza ki a behívó levelemet, hogy a babám felejtse a nevemet. Föl-föl vitézek a csatára, a szent szabadság volt a mára. Édes hazánkért hősi vérünk, ondjuk hullatjuk, nagy bátran míg élünk. Föl-föl látjátok robogómat, indulj utánam robogóhad. Zeng, dörg az ágyú, csattog a kard, ez lelkesíti csatára a magyart.
vannak napok, melyek nem szállnak el, de az időnk végéig megmaradnak. Mint csillagok, ragyognak boldogan, s fénycornak minden születő tavasznak. Valamikor szép, tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója, ivolyáit ma a szívünkbe szórja. A kerted ásott, másikkal a sír. A másik, tudod, bőven várhat rád. Építsd a kerted át tovább, s közben a mindent jól vigyázz. Őrizd meg a csendet, s el sem menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madárra, ha váladra repül. Amere az élet, arra menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Ünnepi beszédet mond Takács Andrea, Bécsvárad ifjúsági polgármestere. Nagy tisztelettel köszöntöm mindnyájukat ezen a hagyományos március 15-ei ünnepségen, melyel az 1848-49-es szabadságharcra emlékezünk. 168 év telt el azóta, mióta Magyarország a függetlenség első lépcsőfokára felléphetett. Ezen a lépcsőfokon találkozhatott már a magyar nemzet a piros-fehér-zöld színekkel, a kokárdával, a 12 ponttal, valamint a márciusi ifjakkal. Megszületett az emberekben a protest gondolat a közömbös politikai elittel szemben. És hogy miért? Mert a politikai elit a közterhekből nem vállalt részt, a magyar élelmiszer elvesztette értékét, és mert a magyarok által megtermelt javakból ők maguk egy fillért sem láttak. Egyre jobban és egyre többen érezték, hogy itt az összefogás ideje. Pár fontos nevet megemlítenék. Gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Deák Ferenc, Petőfi Sándor, Jókai Mór. És hogy kik ők? Írók, politikusok, költők, egyszerű közemberek fiai, a magyar nemzet büszkeségei. Adozzunk előttük, s tiszteljük őket, hisz az nem lehet,
hogy annyi szív hiába ont a vért, s keserben annyi hű kebel szakadt meg a honért. Fontos kihangsúlyozni a közös célokat, úgy, mint a magyar nyelv hivatalossátétele, az egyenlő közteherviselés, jobbák felszabadítás, vagy sajtószabadság. Ezen célok a mai polgár számára természetesnek tűnnek. Így a természetesnek tűnik, egyfajta közömbösséget adott. De már nem a politikusok számára, hanem a polgárok számára. A magyar nemzet és a magyar ifjak számára. Ma már nem a szabadságjogokért kell harcolnunk, de ettől még van miért harcolnunk. Az egyenlő esélyért az oktatásban, az érdekérvényesítés intézményesítéséért, a munkahely megszerzéséért itthon, Magyarországon. És egy boldog, hasznos életért. Mely célokat a szülőknek kell átadni gyermekeiknek, és nem hagyni őket az online világ harcaiban elveszni. Mert tudom, hogy vannak köztünk márciusi ifjak még. Csak ma már rappereknek, hipstereknek, vagy a slam poetry sztárjainak mondjuk őket. Kik a mindennapok hősei. Kik minden nap felkelnek. Elmennek iskolába, hazajövén Pécsváradra, beugranak családjukhoz egy-egy puszira, majd találkoznak barátaikkal, vagy csak otthon csöndesen vannak szobájukban, számítógépük előtt. De a láz, az erő bennük is megvan. Csak meg kell találni mi iránt, s hagyni kell őket kibontakozni. Mert a Z-generáció is lehet pont olyan értékes, mint annó Petőfiék A-generációja. Csak az egyik generációnál felszabadulás tér volt, a másiknál Moszkva tér. De valójában különbség nincs. Bennünket, fiatalunkat úgy definiálnak napjainkban, hogy tehetséges, de lusta, dekadens nemzedék. Azonban minden nap valami újat tudunk felmutatni, és erre büszkének kell lennünk. Az biztos, hogy mások vagyunk. Nekünk fontosabb a magasabb levelszint egy játékban, mint hogy az állatok meg legyenek etetve, vagy a kert fel legyen kapálva. Ma már 30 év előtt nem tervezünk családot. Azonban számos nyelvet magunkénak tudhatunk, érettségivel és akár több diplomával rendelkezünk. És a pécsváradi fiatalokra különösen igaz a közös sikerszerzés, ahogy a közös felszabadult szórakozni vágyás. Ilyenek vagyunk, színesek, sokfélék, mi a jelen fiataljai. A március 15-i ünnepség a legjobb alkalom arra, hogy igenis büszkék legyünk a múlt ifjaira és a jelen fiataljaira. Mert bár csak telefonjainkat szorítván, de ott vannak a mindennapokban. Bármilyen a családi helyzet, akár elvált. Akár csak a közfoglalkoztatásban dolgoznak a szülők, de ők akkor is felkelnek, elmennek iskolába, lediplomáznak, hazajövén Pécsváradra beugranak családjukhoz egy-egy puszira, majd találkoznak barátaikkal, vagy csak otthon vannak szépen csöndesen. Arra kérem a szülőket, mamákat, nagypapákat, hogy segítsék unokájukat, gyereküket. iPad, iTouch, iPod. Hát mondják nekik, állj meg. Segítsék akár abban is, hogy együtt keressenek jövőbeli célokat. S ne annyi legyen a fiatalokban, hogy lediplomáznak, és iránya neki. A legfontosabb a közösség, és a legfontosabb közösség a család. Egy gyermek számára. Így ne csak lakótársak legyünk egymás számára, hanem igenis család, baráti társaság és egyben pécsváradi lakos. Tűzzünk ki minden szinten célokat, közös célokat, és valósítsuk meg együtt ezeket. Mert ezzel a szenvedéllyel adózhatunk a márciusi vértanúknak. Beszédemnek megszólítottja nem csak a fiatalság, hanem mindenki. Mert minden emberben ott az ifjú, aki tele van erővel, lelkesedéssel. Így beszédem üzenetét minden egyes hallgatónak szállam. Ezt az erőt használják jóra, amely előremutató. S mindezt céltudatosan. Így biztos alapot teremtünk egy szebb jövőkép megteremtéséhez.
Tisztelt ünneplő pécsváradiak, engedjék meg, hogy végezetül egy pár radnóti sorral zárjam beszédem. Példaképpé emelte az embert, elaljasult világból az alkotás, hogy kövesd te is a szeretetet, amitől az élet mégis oly csodás. Köszönöm. A Kossuth szobor talapzatánál a meleg megemlékezés virágait helyezi el a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Kisebbségi önkormányzat. Váradi ifjúsági önkormányzat. Thank you.
a Szivárvány német nemzetiségi óvoda és bölcsőde. Második Béla középiskola. Pécsváradi szervezete. Pécsváradi szervezete. Köszönöm. Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete. Thank you.
Zengővidék, határon túli magyarok egyesülete. Pécsváradi felvidékiek klubja. Ünnepségünk zárásaként énekeljük el közösen a szózatot.